megkérdeztük az utca embereit, hogy mennyire várják a vizes VB-t, ki az, akinek drukkolnak, és nagyon sokan mondták Cseh Laci nevét, viszont azt arról is beszéltek, hogy nem tudják, milyen formában van Cseh Laci, úgyhogy én most ezt szeretném öntől megkérdezni, milyen formában van Cseh Laci? Meg kell nyugtassam az aggódókat. Cseh László felkészülés ugyanúgy zajlik, mint a korábbi években, a világversenytől ilyen távolságban, amilyen állapotban kell lenni, neki ő olyanban van, izgatottan és alig várja ő is a világbajnokságot, bizonyos vagyok benne, hogy sikeres lesz most is. Ugye ő is azok között volt, aki érmet szerzett Rióban. Az emberek többsége azokra figyel most is a VB-n, akik ott érmet szereztek. Valóban rájuk kell figyelni, vagy azért lesz olyan, aki meglepetést okozhat a VB-n? Amit kérdezett, ez így van rendjén. A közönség már csak legyen ilyen, én is ilyen vagyok, ha más sportágat nézek, mondjuk imádom az atlétikát, vagy mondhattam volna mást is. A fiatalnak a dolga az, hogy vétesse magát észre, hogy innentől őt is figyelje a közvélemény. Kit érdemes figyelni a fiatalok közül? Mindenkit, ez az egyik válaszom, mert ez egy nagyon erős csapat, de mindenütt elmondom azt a három nevet, akik a legutóbbi ifjében, ami másfél ettel fejeződött be, sok aranyat nyertek, a német Nándor, a Milák Kristóf és a Kései Ajna. Ugye 200 vegyesen nem indul Cseh Laci, viszont indul a fia Sós Dániel, aki ugye junior világban, aki ezüstérmes úszó. Milyen formában van, amit váratunk tőle 200 vegyesen? Hát ő ugye gyakorlatilag 10 nappal ezelőtt tudta meg, hogy indul, mert volt, aki előtte volt. Nehezen fogom én ezt megmagyarázni másoknak, de így volt, aki előtte volt, annak ütközött a programja a 200 vegyessel, ezért ő került előtérbe. Hát neki nyilván egy nagy élmény, hogy úszhat. Én azt mondtam meg, hogy ezt úgyse fogja elfelejteni soha. Először ő meglepődött, hogy aztán mit fog úszni, mit nem, én nekem meggyőződésem, hogy ennyi csúcsot fog úszni. Ha arra kíváncsi, én azt akarom látni, hogy mikor kijön, mosolyog, de főszereplő még most nem lesz. 1991-ben 5 aranyérmet nyertek a magyar úszok, ez eddig a csúcs, meg lehet most dönteni itt Budapesten? Nem valószínű, 5-nél több aranyéremre nincs esélyünk, akárhogy rakom össze, de adja jó ég, hogy ebbe a kérdésbe tévedjek. A VB után mire mondaná azt, hogy elégedett? Hát ez azért elég összetett. Nézd, egyenesen bevallva, olyan nincs, hogy egy csapatban mindig mindenki jól úszik. Van, amikor sokan nem úsznak, őt van a Riói Olimpia, aminek nagyon sok oka lehet, de egy-kettőnek mindig rosszul sikerül. Ezt előre nehéz megmondani, hogy ki volt, és én nem csak, hogy azért is felelek, aki nem úszik jól, hanem az is, aki például kimaradt a csapatból, úgyhogy nekem ilyenkor viszonylag vegyes érzelmeim vannak, és abban a pillanatban, hogy az utolsó számba beütött az utolsó úszó, onnantól bennem egész más érzelmek dúlnak, mint amikor a közönség összegzi és látja ott a mosolygó sikereseket, akivel értelemszerűen foglalkozik a média. Én nekem ott más a lelkületem már. Menjünk egy kicsit a nyílt vízi úszásra, többször kiemelte Rasovszky Kristóf nevét, ugye nagyon berobbant szinte a felnőtt mezőnybe is, miközben a juniorok között azért tömer világbajnok, ha jól emlékszem. Mit lehet tudni a Kristófról? Hát a Kristóf ráadásul abban a világban, mert sok nyílt vízi szám van, de egy olimpiai szám van, a 10 kilométerű abban ifjúsági világbajnok. Idén meg a teljes magyar élmezőnyt letarolta, minden számba ő volt a number one, és indul is minden számba. És azért ott, ahol mondjuk egy Papp Márk, aki ilyen 8-13. Hely közt sűrűn volt, őt sokkal megverni, de akár egy Székely Danival szembe, vagy akár kivel bekerült a csapatba magabiztosan, és meg a medencébe is, ez jelzi azt, amit mi azért nyilvánvalóan köztük élünk, hogy látunk előre, ez nem egy átlagos fickó, akinek fekszik is nagyon a nyílt víz, egy jó srác, hát meg fogják ismerni, bizonyos vagyok benne.